Voltam én gyerek is, amikor visszagondolok gyerekkoromra, írtó büszke voltam a szülői házamra, mert tele voltak képekkel. Persze ezek nem voltak nagy műértékek, olajlenyomatok voltak, meg szentképek, de örökké arra voltam büszke, hogy jöttek az én osztálytársaim, vagy barátaim, és akkor ámulkodtak. Tehát valahol itten kezd elindulni bennem egy olyasmi, hogy a rajz, a festészet az érdekel. Ha az anyaországban valaki azt hallja, hogy Vinczeffy László Munkácsi díjas festőművész, akkor hajlamos mindig arra gondolni, hogy na most még szobrász is, akkor biztosan kopjafákat farag, vagy pedig népi faragászatot űz, vagy ha fest, akkor a Székely tájat festi, Székely kapukkal, Székely harisnyás embereket. Vinczeffy László teljesen más egyéniség. Tehát ő annyira univerzális, annyira nem kötődik ehhez a sémához, hanem a Székely mi volt abból fakad, hogy ő visszatért a szülőfalujába, és azt az Atyha falut, ami már holtvidéknek van nyilvánítva, ő neki volt bátorsága oda visszaköltözni, nem csak hogy visszaköltözni, hanem egy új házat építeni. Persze azt az új házat úgy építette, mintha az már 100 éve ott lett volna, tehát stílusában beépül az atyhai házak közé. Amióta ez a kakasülő galéria létezik, azóta az atyhaiak minden évben június 30-a és július 30-a között szinte zarándokhelynek tekintik a Vinczeffy tanyát, és nem is beszélve arról, hogy a kiállítás megnyitón olyan tömeg van minden évben, hogy egy budapesti vagy egy akármilyen nyugati város kiállítási megnyitóján fele sincs ott. Tehát 300 ember gyűl ott össze általában, és egész hónap alatt 2000-nél több látogatója van. Tehát Vinczeffy László magyar mi volt, a Székely mi volt, ebben csúcsosodik ki, hogy a Firtos alján egy holtvidéknek nyilvánított faluban visszahozta az életet. Atyhában megvalósítottam az álmomat. Hát gyönyörű szép unokáim vannak, és itt vannak velem, nem telepettek át más országokba, nem mentek el, nem hagytak magunkra. Itt vagyunk együtt, ide jönnek ki, most is a megnyitó előtt megérkeztek. Egymásnak örvendezhetünk, hát akkor az ember boldog ember kell legyen. Ha panaszkodnék, akkor azt hiszem, hogy a fennvaló megverne.